Hosszú idő után végre újra muzsika szólt a Bátaszéki piactéren, és a Város Napja idei rendezvénye jelentette az első komolyabb rendezvényt a Városi Naptárban, amit az eddigieknél kötetlenebb szabályok között lehetett megrendezni. Az látszott a résztvevők számából, hogy új feladat vár a közművelődési szakemberekre, az, hogy ismét visszacsábítsák az embereket a közösségekbe, hogy felvegyék azt a fonalat, melyet a pandémia szakított el. Aki eljött, egészen biztosan jól érezte magát, hiszen jó zene és fenséges illatok töltötték be a piacteret és környékét. Szeretünk van egy olyan városnapját vagy közösségi eseményt és programot csinálni, amelyik így az egy évig vagy másfél évig elhúzódó pandémiás időszak után lehetőséget nyújt az embereknek a találkozásra, a szórakozásra, a közös főzésre, a barátkozásra és a beszélgetésre. És ahogy elnézem itt egyébként a hátam mögött a résztvevőket, az arcokat, a beszélgetéseket, én azt hiszem, hogy ez sikerült, és tulajdonképpen itt ki is pipálhatnánk, és elmondhatnám, hogy elértük a célunkat. Visszafogottabb a program természetesen, hiszen az elmúlt időszakban elmondhatjuk, hogy két naponta változnak a szabályok, általában enyhítenek rajtuk, tehát viszonylag kiszámíthatatlanabb volt rendezvényszervezés szempontjából ez a szezon, de mi mindenféleképpen szerettünk volna valamit csinálni. Ez most visszafogottabbra sikerült nyilvánvalóan, de mi nem bánjuk a fokozatosság elvét, itt is be kell tartani. Mi ezt megtesszük. 26 évvel ezelőtt, július elején Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság akkori elnöke adományozta vissza a városi rangot Bátaszéknek. Sok éven át inkább augusztus 20-ához kötődtek a nagy rendezvények, míg nem 2014-ben úgy döntött a város képviselőtestülete, legyen a várossá válás napja hivatalosan is a bátaszékiek ünnepévé. A városnak vannak emblematikus rendezvényei, ilyen a Rétes Fesztivál és ilyen újabban a bátaszéki bornapok. És a városnapja rendezvény az nem elsősorban a vidékieknek is, nem elsősorban kultúráról, és nem elsősorban mondjuk borról szól. A városnapja az rólunk, bátaszékiekről kellene, hogy szóljon, és kell, és szól is most már évek óta. Amikor is mi bátaszékiek összejövünk, főleg itt most az elmúlt egyéves időszakban azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek különös jelentősége van, hiszen talán az első alkalom, amikor egy kicsit szabadabban tudunk beszélgetni. Természetesen jó magyar szokás szerint azért mindig teszünk is valamit az asztalra, jelen pillanatban a mai rendezvény a Gulyás az egyik főszereplő. Egy kicsit beszélgetünk, jó zenét hallgatunk, még mindig betartva természetesen az egészségügyi szabályokat, de ez a rendezvény ez mindenképpen azt kell erősítse, hogy a mi közösségünk az egy összetartó közösség. A mi közösségünkben azoknak az embereknek nem nagyon szeretnénk teret adni, akik ezt a közösséget megkívánják osztani, hanem mi pont abban vagyunk erősek, hogy függetlenül, hogy felvidéki, függetlenül, hogy székely, hogy tőzsgyökeres bátaszéki, miért a településért akarunk tenni és dolgozni. A lehetőségek adta keretek között mindenki megpróbálta jól érezni magát, a legkisebbeknek az ugrálóvár és a kis autózás jutott, amivel láthatóan meg is voltak elégedve. Az üstök körül nagy volt a forgolódás. 9 csapat versengett azon, ki tudja a legkülönlegesebb gulyással elkápráztatni a zsűrit, akik egyébként nem is annyira a különlegességekre vágytak, de erről majd később még szó lesz. A felvidékiek külön üstöt terveztek erre a jeles alkalomra. A felvidéki tánccsoportot jelképezi a táncos pár és a liba rajta. Azért ebben készül a tárkonyos gulyásleves föl. Reméljük ízleni fog a zsűrinek, és jó helyezést érünk el vele. A szomszédban pedig egy klasszikus marha gulyás lötyögött a fazékban. Milyen egy jó marha gulyás? Nagyon jó zöldséges, és nagyon-nagyon sok fűszer tartozik bele, és egy jó fiatal marhát kell választani bele.
háromtagú zsűri aztán hősiesen végigkóstolta a beérkezett étkeket, és komoly megfontolások után kihirdette az ítéletet. Egy amatőr szinten nagyon finomakat főztek. Természetesen szakmailag vannak pici javítanivalók, de hát ez is olyan érdekes kérdés, mert van, aki úgy szereti, hogy éppen főzi, ez is egy relatív dolog, de én azt tudom javasolni nekik, hogy vannak meghatározó fűszerek, amiket használni lehet és kell, annak a mértékére nagyon oda kellene figyelni, illetve az előpácolásra. Azt hiányoltam egy-két ételnél, hogy a húsokat nem pácolják előre. Az aranyfa kanalat éppen úgy, mint legutóbb, egy már összeszokott csapat, a Nyald meg a kanalam elnevezésű társaság tudhatta magáénak ebben az esztendőben is. A szervezők szerint az idei városnapja elérte a célját. Jókat ettek, jókat beszélgettek, és akinek kedve volt, még tánccal is perdülhetett.